Idegszemcse polgármestere újra elfoglalta irodáját, miután az időközi önkormányzati választáson a voksolók 42%-a gondolta úgy, hogy hat jelölt közül őt szeretné a település vezető pozíciójában tudni. Az előző testület tavaly összeloszlatta fel magát, mondja az újra választott idegszemcsei polgármester. Hat polgármester jelölt volt, mind a hat független, és 18 képviselő, képviselő volt, akik szintén függetlenek, és ugye hat mandátumért zajlott ez a verseny. Több mint 50 ment el Szavazni, ez olyan nagyjából olyan 1050 embert jelent a, a községben. Mi egy kisebb csapattal indultunk, mi, mi öten indultunk, én polgármesterként és négy társam képviselőként. Mi mind a négyen bejutottunk, illetve családindultott Diána és Bodog Zsolt, még akik megszerezték a mandátumot én úgy gondolom, hogy nem a kis saját csapatommal fogjuk meghozni ezt a döntést, és most nyilván mi vagyunk többségben, de ennek nem az a lényege ennek a mostani képviselőtestrednek, hogy ezt mi őten eldöntsük. Tehát mi, 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 készen állunk mindenkivel kompromisszumot kötni, próbálunk most egy kicsit békésebb és, és sikeresebb testületet összehozni, hiszen ugye itt az elmúlt években szerintem, aki követte hírek most, nagyon sokszor bekerültünk hírekbe, nagyon sok álhír volt, lejáratok kampányok voltak, tehát szerintem az első és legfontosabb lépés, hogy, egy, hogy most már tényleg békében, nyugalomban és normális emberi döntéseket kell hozni a képviselőtestületnek, és mi készen állunk mindenkivel együtt dolgozni. Tehát mi csapatban gondolkodunk, és nem úgy gondolkodunk, hogy most mi vagyunk a többségben, és csak az az, hogy mi szeretnénk. Természetesen mindenkire oda szeretnénk figyelni, és a, a legjobb döntést meghozni a, a lakosság érdekében. A lakosság több mint 50%-os részvételével zajló voksodáson az országos választási Iroda adatai szerint az újraválasztott polgármester a szavazatok 42,14%-át kapta. A jövőre szóló tervek között hosszú és rövid távú célkitűzések egyaránt szerepelnek. Mindenképpen szeretnénk megpályázni idén az új iskolához az ebédlőt, ezt azért az első erre illetve nagyon-nagyon szeretnénk, ez egy picit régebbi álom de nagyon-nagyon szeretnénk egy, egy saját feldolgozót. A feltételeket tulajdonképpen mi már megteremtettük 2022-ben, hiszen a régi óvodának az épületét azt fel tudjuk használni erre, illetve gyümölcsfeldolgozáshoz, legfárkészítéshez már megvannak a gépeink, ezeket is beszereztük, illetve az zöldségfeldolgozásra is megvan, úgyhogy dolgozni kell rajta, szerintem ez lehetséges. A helyi általános iskolások jelenleg közel egy kilométer gyalogolnak az ebédlőig, ezt a helyzetet szeretné olvasolni a település önkormányzata. Két lehetőségünk van, de ez az én, ez az én véleményem. Az egyik a régi kisiskolának iskolának az épületét átalakítani, a másik, ami szerintem sokkal praktikusabb, hogy pontosan az iskola mellett lévő önkormányzati területen egy újat építeni. Rövid távú ugye mi most másfél évre kaptunk felhatalmazást, hiszen 24-ben ismételten önkormányzati választások lesznek. Nagyon-nagyon szeretnénk felülvizsgálni a település támogatást, ennek ezen belül pedig a, a szociális összegeknek az elosztását. Szerintünk ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, hiszen szeretnénk gyógyszertámogatást adni, illetve szeretnénk iskola és óvodakezdési támogatást is adni. Ez nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Természetesen kell csinálni egy, egy, egy elég komoly felmérést erre, és meg kell határozni, Szerintem a, a nyugdíj összeghatárokat is, tehát hogy ez, a, ez a legfontosabb egybe. Igazából az avoda és az iskola támogatásban meg szerintem nem kell nézni ilyen dolgokat, az elsősöknek igenis adni kell. A rendezvényekkel úgy voltunk, hogy azt, azt beszéltük meg, hogy itt, itt most sajnos hónapról hónapra kell haladnunk. Februárra kettő célkitűzésünk volt, abban a Kiflivel együttműködve szeretnék a Griffnek a harmadik születésnapját megünnepelni, koncertek lesznek, a plakátok már kim vannak, illetve az asszony hogy úgyhogy itt sajnos 2023-ban lépésről lépésre kell haladnunk, hogy, hogy ezek a rendezvények megvalósuljanak. Az energiaválság okozta a helyzet idegszemcse önkormányzatát is megtakarítási intézkedések megtételére kényszerítette. Mint minden település, mi is megpróbáltuk megtenni azokat a azokat a dolgokat, amikkel egy kicsit tudunk spórolni. Hát sajnos nálunk a, az óvodán és a gonyhán nem lehet, hiszen ott ugye kázzal főznek, ott házzal fűtenek, azzal nem lehet. Az összes más intézményünk az, az fára, úgyhogy azért, azért próbálunk spórolni, ahol csak lehet, próbálunk észszerű gazdálkodást készíteni a 2023-as évre, de csapatmunkával ez mind lehetséges. Szerintem meg fogjuk tudni oldani ezt is.